Új helyszínen, a Tiszti Pavilon szabadtéri színpadán mutatkozott be az idei Kútfeszten fellépő előadók és együttesek javarésze. A fesztiválon hűen a hagyományokhoz most is az igényesebb zene képviselői adtak koncertet. Péntek este Tímár Sára és zenekara Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmával készített műsorral várta az érdeklődőket. A költő munkája részleteiben, de akár egészében is fennmaradt a néphagyományban, így verseinek szövegét az egész Kárpát-medencében énekelték. A koncerten a zoborvidéki és gömöri népdalok mellett hangzott el muzsika az erdélyi mezőségről és a Kükülő mentéről is. A péntek este egy fergeteges rock'n'roll őrülettel zárult. A Somorjai Rómeó Vérzik zenekar már 2 évtizede rendszeres és állandó résztvevője a hazai rockfesztiváloknak és motoros találkozóknak. Mostani fellépésük is igazolta, hogy sikerük titka a professzionális előadásmódjuk és a kemény vonalas rock'n'roll zenéjük, amely minden alkalommal elnyeri a közönség tetszését. Közismert slágerek és kortárs költők megzenésített versei szerepeltek Zsabka Attila és barátai koncertjén. A színpadon a Galántai Sipos Dávid mellett ott volt városunk 3 kiváló zenész egyénisége is. Fanbauer Péter, Emmer Péter és Varjú Attila. A fesztivál komoly zenei koncertjének a Tiszti Pavilon díszterme biztosított méltó helyszínt, ahol Szlovákia legismertebb és legrégebben működő kamarazenekara, a Moses Quartet adott koncertet. A zenekar városunkbeli kötődéssel is rendelkezik, tagjai közt találjuk Török Ferenc, komáromi hegedűművész. Fesztivál záró napján vasárnap délután egy remekbe szabott színházi előadás várta a kicsiket és a nagyokat. A Városi Művelődési Központ tágos emeleti előcsarnokában Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház igazgatója által vezetett Csavar Színház mutatta be a 3 kívánság című népmesét. Hopp csápu, állj már rendesen!